Üdvözöllek benneteket, gyerekek! A múlt órán a törökökről meséltünk, és ugye azzal ért véget az óra, hogy megemlítettem, hogy a továbbiakban megismerkedünk azokkal az eseményekkel, amelyek a Balkánon és Közép-Európában lezajlanak, amelyben a törökök bizony nagyon-nagyon benne lesznek, de mi magyarok is. Mivel a múlt órán a törökökről beszéltünk, akkor most ismerkedjük meg a másik oldallal, a magyar oldallal. Amikor a török állam felemelkedésben van, akkor tegyük hozzá, éppen a magyar állam is felemelkedésben van. Ez pedig egy, hát azt mondhatnám, hogy talán méltatlanul háttérbe szorított magyar királynak köszönhetjük, Luxemburgi Zsigmondnak. Ő nagyon-nagyon hosszú ideig, a középkori mértékben nagyon hosszú ideig uralkodott, kerek 50 esztendeig, egész pontosan 1387-től 1437-ig. Ő a német-római császár legkisebb fia volt, és hát gyakorlatilag, amikor megszületett, papírforma szerint az ő fejére korona sosem kerülhetett volna. Pont ezért édesapja nagy örömmel fogadta azt, hogy a nagy magyar király, Nagy Lajos, aki hatalmas magyar államot és erős katonai államot hozott létre, lányai mellé férjeket keresett, ugyanis Nagy Lajosnak csak lányai voltak, és Mária nevű lányának szerette volna megszerezni Luxemburgi Zsigmondot férjként. Így Luxemburgi Zsigmond gyakorlatilag Mária mellett, mint társ uralkodó, majd Nagy Lajos halála után örökölte volna a magyar államot. És ez így is történt. Luxemburgi Mária, most akkor még Anzsú Mária, később Luxemburgi Mária és Zsigmond között a házasság megköttetett. Aztán 1382-ben Nagy Lajos meghalt, és ekkor Magyarországon egy komoly vita alakult ki, hogy ki legyen az uralkodó. Ugyanis Lajos akaratával ellentétben kialakult délen, délalattén Horvátországot és a mai Boszniát, valamint a korabeli Magyarország déli részét értem, kialakult egy úgynevezett déli bárói liga. Gyakorlatilag az itt levő legerősebb magyar és horvát és bosnyák főnemesek tartoztak ebbe a ligába, és ők bizony nem Luxemburgi Zsigmondba és Máriában látták az utódot, hanem Kiskárolyba, aki meg is lett koronázva, azonban hát az anyakirálynő közben járására és hát munkálkodásának idézőjelbetéve köszönhetőleg Kiskárolyt meg fogják gyilkolni. Ezek után Mária és Luxemburgi Zsigmond lép hatalomra, azonban az azonnal szembe találják magukat a fellázadt déli bárói ligával, és gyakorlatilag körülbelül 10 évig húzódik ez a harc a korona és a déli bárói liga között, amelynek végeredményeként Zsigmond győzni fog. Maga alá fogja hengerelni a déli bárói ligát, de ennek ugye ára van, miközben az ára az volt, hogy ezzel párhuzamosan egy saját bárói, egy saját főnemesi csoportot kellett kialakítani, amelynek magvát a Garai és a Cílei család képezte, később azonban majd más családok is csatlakoznak, és később Zsigmond a legendás Artúr király és kerekasztal lovagjai mintájára létrehozza a saját lovagi rendjét, az úgynevezett sárkányrendet. Ennek állítólag, ugyanis pontosan nem tudjuk, hogy hány tagja volt és kik voltak a tagjai, de állítólag hatalma csúcsán 46 lovag volt a tagja, köztük a szerb despota Stefan Lazarevics is, aki vazalusi esküt tesz a mi Zsigmond királyunknak, cserébe megkapja Nándorfehérvárat, ami először a szerb történelemben szerb főváros, szerb központ lesz. Zsigmond a sárkányrend mellett és annak jeles nemesei mellett azonban másokra is támaszkodott, hatalmát több lábra építette, tegyem hozzá nagyon okosan. Mindenekelőtt a hatalomba bevonta a kis és a középnemességet, magyarán mondva a köznemességet, és nagyon nagy hangsúlyt fektetett a városokra. A szabad királyi városok száma Zsigmond idejében szépen lassan, biztosan nőni fog. Ugyanakkor egy új típusú város jelentkezik Magyarországra, ezek a mezővárosok. A mezővárosok főleg az Alföldön alakultak ki, Várfal nem igazán övezte őket, viszont hatalmas legelők tartoztak hozzájuk, innen az elnézést, hogy mezőváros, és lakói, akik főleg jobbágyak voltak, állattartással, főleg nagytestű állatok tartásával, főleg lovak és még inkább marhák tartásával foglalkoztak, nem hiába a korabeli Európa egyik fő hús exportőre, hogy ilyen modern szóhasználattal éljek, az pont a korabeli Magyarország. Ez nem csak a mezővárosoknak, hanem természetesen Zsigmondnak is nagyon-nagyon szép haszonnal járt, és szép haszonnal kecsegtetett. Zsigmond azonban apósától, Nagy Lajostól megörökölt egy nehéz terhet, egy nehéz örökséget, ezek voltak a törökök. A törökök ekkor még nagyon dinamikusan terjeszkednek, és már nagyon dinamikusan terjeszkednek Európa felé is. Zsigmond pedig nagyon okosan látta, hogy előbb-utóbb Magyarország kénytelen lesz megütközni a törökökkel. Ő úgy volt vele, hogy a bajnak jó lesz elébe menni, és a bajt nem megvárni.
Ezért kihasználva, hogy nagyon jó kapcsolatai voltak a pápával, illetve rokoni kapcsolatait kihasználva Nyugat-Európába, azt mondhatnánk, egy ilyen uniós, egy Európa uniós sereget hoz létre, ami körülbelül 40 ezer emberből áll. Ebben nagyon szép számban jelen vannak angolok, franciák, németek, csehek, morvák, lengyelek, magyarok, horvátok, és ne soroljam. Gyakorlatilag Európa összes valamire való katona, náció és nemzete ide küldte fiait. Állítólag, amikor Zsigmond meglátta ezt a körülbelül 40 ezer emberből álló sereget, azt mondta, hogy hát velünk baj nem történhet, ha az ég leszakad, akkor lándzsáinkkal azt is fent tudjuk tartani. Nagyon magabiztosan hagyja el Magyarországot, lép a mai Bulgária területére, és a Duna vonalán vonulva jut el Nikápolyhoz, ami körülbelül itt van, a mai bolgár-román határ mentén, ahol 1396-ban megvívják a döntőütközetet a törökökkel. Az európai hadsereg, az európai katonák többsége nem szokott hozzá nomád hadviseléshez, így a magyar főurak hiába ajánlották, hogy a törököt a szárnyakon próbáljuk bekeríteni és megroppantani, ők középen támadták meg a janicsárokat, és az eredményt tudjuk, csúfos kudarc, és Európában a törököknek az a híre járja ezek után, hogy ők legyőzhetetlenek, ördög, sátán fajzatok, és Magyarország gyakorlatilag ebben a harcban magámra marad. Zsigmond azonban, tegyük hozzá, hogy ha bár nem volt jó katona, és sajnos az uralkodása, hosszú uralkodásában többször bizonyította, azért egy dolgot bizonyított. Kiváló politikus volt, és saját hibáiból nagyon-nagyon tudott tanulni, képes volt se perc alatt 180 fokos fordulatot tenni, és más irányba keresni a megfelelő kiutat. Nagyon jól látta, hogy a török kérdés Nikápolyjal nem oldódott meg, sőt, ez tovább teher. Ezért 1397-ben összehívja a temesvári országgyűlést, és Temesváron gyakorlatilag döntenek, hogy a magyarság a továbbiakban milyen harcot fog folytatni a törökök ellen. Ez az a pillanat, amikor a sárkányrend egyik tagja Ozorai Pipó vezetésével hozzáfognak a végvárrendszer építéséhez. A végvárrendszer ez valójában egy várak láncolata, ami valahol itt az Adriai tengeren indul el a mai Dalmácia térségében, aztán húzódik át Horvátországon, majd Szlavóniát elérve és a Szávát elérve, a Száva vonalán tovább, az Alduna vonalát folytatva Nándorfehérvárnál, gyakorlatilag Magyarországot és Horvátországot délről, mint egy pajzs védi. Az elkövetkezendő 20-25 évben itt körülbelül 30-35 vár épül fel a meglevő várak mentén, helyett, illetve mellett, és gyakorlatilag ez az a várrendszer, mint egy pajzs, mint egy páncél, ami védeni Magyarországot a délről jövő török támadások ellen, ugyanis Zsigmond nagyon jól látja, a török hadseregnek azért van egy hibája. Nyílt mezőn nagyon erősek, nagyon hatékony a janicsárság és a spáhiság is, viszont a várostrom, na ez aztán nem igazán megy nekik, ezért épül ki a végvárrendszer, viszont a várakat támogatni kell, ezért a temesvári országgyűlésen azon is döntenek, hogy minden nemes 20 jobbágy után köteles a királynak egy könnyű lovas katonát adni. Ezzel gyakorlatilag megalapozódik ott valamikor a 14. század végén az a híres, majd később nagyon híres európai könnyűlovasság, amit majd jóval-jóval később olyan néven fog Európa megismerni, hogy a huszárság. Külpolitika terén Zsigmond felemás eredményeket mutat fel uralkodásában. Vannak nagyon jó, nagyon pozitív dolgai, de vannak kudarcai is. Az egyik kudarca az, hogy a Velencével folytatott több száz éves háborúban Dalmáciát elveszítjük. Nem katonailag veszítjük el, Zsigmond egyszerűen jó pénzen eladta Velencének Dalmáciát, ugyanis neki a pénz kellett. Méghozzá mire kellett? Arra kellett, hogy megszerezze ősei koronáját, a német koronát, és hát tudjuk, hogy 1410-ben német király, majd 1433-ban német-római császár lett, ezzel gyakorlatilag megszületett egy magyar-német personál unió, és Közép-Európában létrejött a legerősebb államszövetség, ami csak addig a történelemben, legalábbis ebben a térségben létezett. És ezt az erőt nagyon okosan maga mögé tudta állítani, és fel tudta használni Zsigmond, amikor Konstanzba zsinatot hív össze. Az elhíresült konstanci zsinat a 15. század elején kettős eredményt hozott. Egyik részről pozitív, ugyanis a három pápát lemondatta Zsigmond, és egy közös és ismét egységes pápát, egy római pápát választatott. Tehát magyarán mondva a római katolikus egyház stabilitását itt elérte Zsigmond. A másik dolog viszont itt történt, egy nagyon kellemetlen mellékepizód, ami később kiderül, hogy bizony nagyon-nagyon is főepizód lesz, ugyanis Husz Jánost, az eretnek tanokat terjesztő Husz Jánost, gyakorlatilag a protestantizmus egyik előfutárát,
halálra ítélték, és habár Zsigmond megígérte, hogy szabadon távozhat Konstanzból, a papok is az új pápa nyomására a Husz Jánost elégették, amely következtében a szomszédos Cseh és Morvaországban kirobbantak a huszita háborúk, amelyek majdnem 20 évig fognak tartani. Rengeteg magyar katona és rengeteg magyar pénz vonul nyugatra, északnyugatra, ahelyett, ha a törökökre összpontosítanának. Végül igaz, a huszita háborúkat nagyon okosan a husziták megosztásával, de végül is Luxemburgi Zsigmond megnyerte, de Magyarországról rengeteg pénz és rengeteg jó katona ment el oda, ahova abban a pillanatban talán nem kellett volna. És még egy nagyon fontos dolog, amit azonban meg kell említeni Luxemburgi Zsigmondnál, és általában nem szoktuk megemlíteni. Ha azt mondjuk, hogy humanizmus és reneszánsz, akkor mi mindjárt Mátyás királyt vesszük elő. Pedig a humanizmus, méghozzá a korai humanizmus és reneszánsz előfutára, sok esetben az olaszokat is megelőzve pont Magyarország és pont Luxemburgi Zsigmond budai vára volt. Két dologgal támasztanám ezt alá. Ő az, aki a budai hegyekben megépíti az első modern reneszánsz humanista stílusban épült palotát, a Friss palotát. Gyönyörű szép szobrok övezték ezt a palotát, amelyeket hál' Istennek a 70-es években igaz töredékekbe, de egy ásatás idején megtaláltak. És a másik dolog, amit általában Zsigmond esetében elfelejtünk mondani, hogy egyetemet is alapított. 1395-ben az Óbudai Egyetem megalapítója volt. Igaz, az egyetem nagyon rövid életű lesz, hisz Buda és maga Óbuda nagyon kisváros volt ahhoz, hogy egy egyetemet kitartson, de hát valami csak elindult. Az egyetem bezárása után viszont Zsigmond pénzzel támogatta a diákokat, akik tanulmányaikat főleg a szomszédos Prágában, illetve a messzi Bolognyában folytatták. Ennyit talán Zsigmond királyról, akivel gyakorlatilag a török-magyar harcok elkezdődtek, és annak egy különleges fázisa. És hát a hunyadiak korában ez majd tovább fog folytatódni, de hát erről majd egy másik órán. Köszönöm figyelmeteket!